Mozgássport, valamint természet kategóriában fotózhattak a zrínyis diákok, a legjobb munkát készítők elismerő oklevelet kaptak hétfőn. A díjátadó alkalmával Gergelyné Pivarnyik Rita tanárnőnek is megnyitották a fotókiállítását, aki 3 éve szeretett bele ebbe a szakmába, és tanítás mellett hobbiként űzi. Az iskolavezetés támogatja a diákokat és a pedagógusokat az iskolán kívüli tevékenységekben, például úgy, hogy az intézményen belül bemutatják a különféle munkásságokat. A Zrínyis Galériában általában olyan 2 havonta igyekszünk egy-egy új tárlatot megnyitni, aminek többszörös célja van. Egyrészt, hogy itt a nappalit, ahol a gyerekek nagyon szeretnek ücsörögni, esztétikussá tegyük. Másrészt természetesen iskolában vagyunk, emögött is komoly nevelési szándék van. Alapvetően Zrínyiből indult, hogy a Zrínyihez mai napig kötődő amatőrök, a szó jó értelmében, illetve innen indult művészek mutatkozhatnak be. Most Gergelyné Pivarnyik Rita tanárnő kiállítását, fotókiállítását fogjuk megnyitni. Tanárnő nagyon lelkesen és évek óta készül erre. Tulajdonképpen úgy értesültünk az ő fotóiról, hogy a Facebookon egyre több, igen jó színvonalú, érzelmekkel teli, tehát jó rész természetfotó jelent meg, és jött az ötlet, hogy akkor miért is ne kapcsoljuk ezt össze a gyerekek megmozgatásával, egy fotópályázat kiírásával, és hogy tanárnő is megmutathassa, hogy évek óta hány nagyon szép felvételt készít, amikkel örömmel jelenthetem országos és rangos pályázatokon 1., 2., 3. helyezést is elért már többször. A kiállításon láthattunk egy fotót, ami egy nagyon ritka pillanatot mutat meg. 2 különböző nemű kacsa szinkronban egymással párhuzamosan mozdul meg. Gergelyné Pivarnyik Rita számára ez az egyik legkülönlegesebb kép. A tanárnőnek ez az első önálló kiállítása, habár online már többször láthattuk a munkáit. Meghívást kapott Budapestre is, ahol április 15-én állítják ki az egyik fotóját egy közösségi házban. Az egész munkássága azzal kezdődött, hogy kapott ajándékba egy telefont, ami szép képeket csinált. Azóta a Virágos Város fotós versenyen is kipróbálta magát, ahol 1. helyezett lett. Én a Covid alatt kezdtem el fotózni, és igazából nekem a fő célom az volt, hogy megmutassam az embereknek, illetve saját magamnak a szépet. Hogy ebben a nagyon nagy nehézségben, a Covid borzalmaiban is vannak még szép dolgok, és nem szabad feladni. Nem szabad feladni, az élet megy tovább, és el is múlt a Covid-nak a borzalmasabb része. Nem azt mondom, hogy megszűnt, de azért már jobb a helyzet. De azokban a pillanatokban, azokban a hónapokban, bezártságban, amikor mazban elmentem kerékpárral, mert még ki se lehetett másképp mozdulni, csak ha sportolt valaki, azért én mentem, és csináltam, és kerestem a szépet, és sokszor meg is találtam. Van élet a katedrán kívül, a hobbi teljesebbé teszi az embert, mondta az intézmény igazgatója. Úgy fogalmazott, hogy a céljuk, hogy a tanárnő történetéből a diákok is inspirációt nyerjenek a mindennapokhoz, hogy legyen egy hobbiuk, amivel szívesen és büszkén foglalkoznak. Gavola Bálint, a Zrínyi Ilona Gimnázium diákönkormányzatának elnöke szerint nagyon fontos, hogy egy iskola egy közösségként tudjon gondolkodni, a közösségbe pedig a pedagógusok is beletartoznak. Éppen ezért örül a kiállításnak, és hogy láthatja a tanárai egy másik oldalát is. Én nagyon-nagyon büszke vagyok mind az iskolámra, és mind a tanáraimra is, hogy igazából így láthatom, hogy mit is csinálnak így az iskolán kívül, és hogy mennyire produktívan tudnak tevékenykedni, és tényleg, tehát hogy minden elismerésem a pedagógusaimnak és a tanáraimnak. Az iskola falait egy hónapig díszítik a különleges fotók. Az igazgatónő elárult a híradónknak, hogy ezt követi egy másik kiállítás, ahol a gimnázium egyik öreg diákjának a munkáit tekinthetik meg a zrínyis diákok és pedagógusok.